mai videóban a sokatok által kért különbségek a filmek és könyvek között videót hoztam el, azzal a kikötéssel, hogy itt most csak karakterekről lesz szó. Egyrészt megmutatom, hogy bizonyos szereplőknek hogyan kellett volna kinézniük a filmekben, valamint egy-két velük kapcsolatos komolyabb változtatást is megnézünk. Első, Dudley Dursley. A hetedik könyv elején sokan meglepődtünk, amikor Dudley pálfordulását olvashattuk, mely szerint a fiú aggódott Harryért és úgy gondolta, hogy az unokatestvérének velük kéne jönnie. Habár a jelenetet leforgatták, az alapvetően negatív karakter utolsó jelenetei mégsem kerültek be a filmbe. A mugli fiúnak nem csak ez volt az egyetlen változtatása, hisz a könyvekben Dudley olyannak volt leírva, mint Vernon, csak épp sűrű, szőke hajjal. Második, Peter Pettigrew. A harmadik részben megismert Peter Pettigrew szabadulása után hamar visszaáll Voldemort oldalára. Bár félelemből, azért mégiscsak mindent megtesz, amit a sötét nagyúr kér tőle, ennek megfelelően le is vágja a kezét, csak azért, hogy Voldemort visszatérhessen. A nagyúr ezt meg is hálálja neki egy ezüst kéz formájában, csak hogy ez a kéz nem egy átlagos varázskéz. A hetedik részben a Malfoy kúrián féregfark is ott van, és amikor Harryre támadna, az emlékezteti rá, hogy korábban megkegyelmezett neki. Pettigrew ekkor hezitálni kezd, ám a varázslatos ezüst keze ezt úgy értelmezi, hogy féregfark Voldemort ellen fordult, így meg is folytja őt. Ez a kemény és hirtelen halál a filmekben egy egyszerű eszméletvesztés lett, így korán sem biztos, hogy Pettigrew meghalt-e egyáltalán. Ezért ez egy elég komoly változtatásnak tudható be. Harmadik, Harry, Ron és Hermione. Manapság, ha valaki meglátja Daniel Radcliffe-et vagy Rupert Grintet, könnyen juthat eszébe Harry Potter és Ron Weasley. Ez talán Emma Watsonra is igaz, bár ő azóta szerepelt már nagyobb filmekben is, mint a Kör vagy a Szépség és a Szörnyeteg. Ebből tehát látszik, hogy annó elég jól választották ki a három színészt, csak ezeknek kinézete nem teljesen volt megfelelő. Mindenki tudja Harryről, hogy a zöld szemei az anyjáé, csak éppen Daniel Radcliffe-nek nem zöldek a szemei. A könyv szerint Harrynek így kéne kinéznie, zöld szemekkel és kócos hajjal. Érdekesség, hogy a Harry Potter forgatásának első napján Radcliffe zöld kontaktlencsében játszott, csak kiderült, hogy allergiás rá, a producerek pedig valószínűleg nem akartak, hogy Harry mind a 8 filmben végig könnyezzen. Az arany trió másik két tagjára is ráférne az átalakítás, mivel Ron hosszú orral és jó sok szeplővel lett leírva, Hermione pedig dús hajjal és hosszú kapafogakkal rendelkezett, legalábbis a történet elején. 4. Albus Dumbledore. Biztos sokatoknak megvan az a jelenet a negyedik részből, amikor Dumbledore szaladva foggatja Harryt, hogy ő dobta ebbe a nevét a Sherlockbe. Nos, a hidegvérű Dumbledorehoz egyáltalán nem illett ez a rész, és ezt Rowling is nagyon jól tudta, hisz ha figyelmesen elolvassátok, az írónő ennél a résznél határozottan odaírta, hogy az öreg varázsló higgadtan tette fel a kérdést. A Roxfort igazgató kinézetéről még annyit, hogy bár Michael Gambon is jól játszotta, mégis Richard Harris volt, vagy lett volna a tökéletes Dumbledore. Nos, erre a videóra ennyi különbséget hoztam el, de ha gondoljátok, lehet majd egy második rész, hisz Piton vagy Mordon szóba se került. Ha szeretnétek kifejteni a véleményeteket a videóval kapcsolatban, akkor írjatok egy kommentet, vagy nyomjátok meg a lájkot, diszlájkot. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban.